A többi csapatnál egy héttel korábban 18 játékossal kezdte a felkészülést a kisvárdai KC, mivel a várdaiak feljutása csak a bajnokság utolsó fordulójában vált biztossá, a keret kialakításával kapcsolatban némi hátrányba került a többiekkel szemben az újonc. A korábbi szövetségi kapitány, a júniustól kisvárdai szakmai igazgatóként dolgozó Máté Fieszter elmondása szerint így minőségi külföldi játékosokkal igyekeztek megerősíteni a csapatot. Azzal kezdeném, hogy akik itt voltak tavaly is kiharcolták az NB1-ben való szereplést, egy-két kivétellel sikerült megtartanunk ezeket a játékosokat. Szabóval itt igazoltuk magyar mezőnyből, valamint pontosan emiatt, hogy egy kicsit későn derült ki, hogy felült a csapat vagy nem. Hát a magyar piacon már a nagyon jó játékosok elkeltek, ezért nemzetközi mezőnyben néztünk körül, és hát sikerült eligazolnunk a brazil Rohát, aki világbajnok, valamint a Lublinból érkezett Ekaterina Dzsukeva, aki BL mérkőzéseken szerepelt, valamint az NB1B gólkirálynőjét, a Umanyec Elenát. A KKC vezetőedzője legutóbb 4 éve Békés Csabán dolgozott klubcsapat mellett, azóta a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián foglalkozott a fiatalokkal. Az elmúlt évszázad legjobb férfi kézilabdázójának megválasztott szakember a korszerű játék híve. Erődinamika, tehát a fizikai képességek dominálnak. Aki nem vértezi fel magát ezekkel a tulajdonságokkal, az lemarad, az biztos. Tehát ebbe az irányba mindenképpen menni fogunk. Nagyon szeretnék egy taktikailag fegyelmezett csapattal is dolgozni. A csapat újonnan igazolt játékosa Szabó Valéria számára nem ismeretlen Kovács Péter és Máté Fieszter, előbbivel a junior, utóbbival a felnőtt válogatottnál dolgozott együtt. A beállós szerint a bennmaradás kiharcolásában fontos szerepe lehet a jó hazai szereplésnek. Azt lehetett észrevenni, hogy már az elmúlt 2-3 évben nagyon stabil, főleg a középmezőny, ugye a Győrt meg a Fradit nem említeném ide, de minden csapat tudott otthon meglepetéseket okozni, vagy akár idegenbe, úgyhogy muszáj lesz főleg itthon bravúrokat hozni. Az első héten napi 2 edzéssel készül a csapat, majd 2 héten keresztül napi 3 tréninget vezényel a hölgyeknek Kovács Péter. A kisvárdai közönség augusztus első hétvégén láthatja először az élvonal újoncát, akkor egy 4-es tornán lép pályára a KKC, jelenállás szerint a szlovákiai Nagy Mihály, a romániai Szatmár Németi és a Debrecen társaságában.